Sziasztok! Ford, Mondeo, kombi, nagyon szépen felszerelt, két literes benzinmotor, ugye itt vagyunk a Corrado Car-ba, 2008-as, mint látjátok, 146 lóerő, 150 ezer kilométer mindössze, és kettő félét lehet egy ilyen fullos, titánium felszereltségű, óriási, batárnagy kombit megkapni, amibe belefér akár a fél ház, van vonóhorgunk, le vannak sötétítve az ablakok, van szép titánium alufelnénk, hibátlan, jó állapotú gumijaink. Hát mit akarunk enni? Többet, tök jó kulcsunk, kinyitjuk, viszonylag kevés kilométerünk van. Üljünk be, nézzük meg, de szuper, nagy kijelző van benne, ez igazán menő, jól néz ki, tempómattal föl vagyunk szerelkezve, természetesen fényszóró, kutyafüle, első szélvédő fűtés, Sony rádió, automata klíma, ülésfűtésünk, tök szép betétünk, nagyon szép ez a betét is. Kárpitok jól néznek ki. Ülések, könyöklő, váltógomb, akár csináljuk azt, hogy beindítjuk. Becsukom, persze, gyertek! És beindult a jószág. Tök szépen jár, 2 liter benzin, 145 lóerő, és hát óriási hely, majd mindjárt beülünk hátra is, megnézzük a csomagtartót is, csak így támadnak a vevők, mindenki autót akar venni. No. Szép ez a betét. Nem tudom, vajon az összes titániumban ilyen van, de ez nagyon jól néz ki. Ugyan nem alumínium, hanem műanyag, de tök jól néz ki. Itt egy csúnya ilyen fabetét szokott lenni, és az nekem nagyon nem tetszik, de megmondom őszintén, hogy ez nagyon tetszik, ez nagyon szép. A titániumból ez a fajta. Nagyon jól néz ki, tényleg. Frankó. Természetesen, ugye Mondeo lévén, ugye óriási hely, hát kicsit túlzásba vitték a szilikonozást a srácok, mert mindjárt úgy érzem magam, mint a jégpályán, de most ebben nem menjünk bele, frankó le van sötétítve, nem lát be senki, tehát így még itt lehet, még a bácsi sem lát, aki ott áll, itt aztán lehet mindent csinálni, haszonja van kedvünk, akkor még itt lehet huncutkodni is, mert akkora hely van benne, hogy itt konkrétan gyereket is lehet csinálni. Na de mindegy, ezt most hagyjuk, nem is ez a lényeg. Szóval, nagyon szép állapotú a belseje. Ugyan az ülésen ugyan van egy kis hiba, tehát azt azért nem akarjuk természetesen eltitkolni, vagy bármi. Nem tökéletes, nyilván egy használt autóról beszélünk, de azért nagyon szép állapotú, és alapvetően ez a két literes motor elég ritka ilyen kilométerekkel, még meg is szabad venni, úgyhogy mindenféleképpen ajánlatos. Tényleg ez egy 2 liter szívó benzin,
tehát ha nem nyomjuk neki, akkor tök jól megy. Talán teszteltem is ilyent, bár lehet, hogy Mondeóban nem, hanem csak Focusba teszteltem ilyent, de érdemesnek kipróbálni, nézzétek meg akkor gyakorlatilag a 2 literes Focusnak a videóját, ez is elég jó megy. Na, tehát nagy tükörök vannak benne, látjuk, ott állnak a vevők, már nagyon, itt is állnak vevők, a túloldalon is állnak vevők, most nagyon megrohamozták a kereskedést, nem tudom, mindenki most autót akar venni, talán az elmúlt hónapok incséges idejét akarják pótolni, szóval, de benézve a csomagtartóba is óriási helyet látunk, tehát bődületesen nagy ez a kombi. És tényleg itt láttérbe, tehát hogyha gyereket akartak ide rakni, vagy éppen cementes zsákokat, vagy bármit, bár cementes zsákokra megmondom őszintén, én nem használnám, de hát nyilván valakinek a pap, valakinek a papni, nem lehet mindenkinek kitalálni az igényét, szóval bármit ide be lehet rakni, fejünk bőven elfér, hatalmas ajtók vannak, tehát tök jó, hogy akkora ajtón tudunk kiszállni, hogy konkrétan, hogyha 220 kilósra híznék, akkor is ki tudnék szállni. És elektromosan állítható az ülésnek a magassága. Mekkora? Természetesen deréktámaszunk is van. Fölnyitottam ezt a bődületesen nagy motorháztetőt, tehát látjuk, ez alatt elfér még az 5 hengeres is, mutattam nektek, bár én nekem az a véleményem, az 5 hengeres a legjobb motor, de aki nem akar 5 hengeres Volvo motor, annak természetesen ezt ajánlom, ezt a motort, látjátok, tök szépen jár, 2 liter, kicsit kukucskáltunk a motor körül is, hogy lássátok azért, hogy rendben van, nem folyik belőle az olaj, teljesen rendben van. Úgyhogy most azért nézzétek meg, most hallottátok így a motort, láttátok a belsejét, nézzétek meg egy kis vágóképeket kívülről, mert igazán érdemes. Aztán folytatjuk a csomagtartóval például. És hát itt a csomagtartónál hagytuk abba, ha jól emlékszem, bár rengeteg minden történt azóta, miközben itt megakadt a videó, lényeg a lényeg, hogy óriási nagy csomagtartónk van, tehát ide nem tudom ez hány liter, mert tök felesleges is beszélni róla, mert ide konkrétan minden befér, minden. Ugye van vonhorgunk is, tehát azt is rá tudjuk rakni, látjuk, hogy milyen jó állapotban van a gumik. Ugye, megmutatom mindig Fordnál az ajtók alját, az íveket, hogy szokták mondani, hogy rozsdásodnak, hát ez nem mindig igaz. Nyilván nem mindegy, hogy honnét származik az autó, mennyire óvták, hol tartották, tehát 1000 dologtól függ, tehát látjátok, itt benézünk. Itt látjuk is, hogy gyakorlatilag a futómű elemen kívül ugye maga karosszéria, amit ugye ott látunk, látjátok, hogy teljesen rozsdamentes, így rajta van ez a fólia, ez is mutatja, hogy mennyire, hogy ez itt gyári még, tehát nem volt hozzányúlva, tök szép részlet, hogy mindegyik hangszóró körül kis króm, tök jó, hogy van a B-oszlopon szellőző rostély, de a legfőbb jó benne nyilván a nagysága, meg az, hogy 2 literes benzinmotor van benne. Tehát ezek a legnagyobb előnyök, amivel rendelkezik. Ugye ez a Mondeo. És hát viszonylag jó áron is kínálják, azért hozzá kell tenni. Tehát itt vagyunk ugye a Corrado Car-ba, 2008-as, 150 000 km, és 2 felett kérnek érte. Tehát 2 félért
ekkora autót nem sokat fogtok találni, és tényleg látjátok, óriási, óriási, le van sötétítve, tényleg, tehát mint mutattam ugye múltkor az Accordot, hogy gyakorlatilag lakóautónak lehet használni, hát konkrétan ezt is lehet, egyszerű Ford, nincsen benne semmi flinc-flanc, de mégis magyarán kurva jó, így is lehet mondani, úgyhogy mindenféleképpen gyertek, nézzétek meg, mint a Corrado Car-ban, próbáljátok ki, és én úgy gondolom, hogy meg fogjátok venni. Ford lévén ugye nagyon jó vezetni, nagyon jó a kormányzása, nagyon jó a váltási érzet, meg a váltás is, és ez a 2 literes motor azért elég penge is. No, és akkor hagyjuk el ezt a kis Fordot, én meghagyom nektek, gyertek ide a Corrado Car-ba, vegyétek meg. Elég jó kis autó, meg tényleg ezzel a 2 literes motorral, ilyen kilométerrel nem sok van. Végig van szervizelve a jószág, úgyhogy ezzel a 2 literessel el lehet egy ideig boldogálni kényelmesen. És hát a hely az, mint mondtam, hogy bődületesen nagy hely van benne, elől, hátul, csomagtartóba, és nagyon szép állapotban is van, és nem is beszélve, hogy ez egy titánium, mint mondtam az elején. És ez ilyen felszereltséggel, ilyen kilométerrel, ilyen állapotban nem nagyon találtok ennél jobb Mondeót, úgyhogy még vonóhorog is van rajta. Úgyhogy gondoljátok meg, ha úgy van, akkor mondom, gyertek ide, nézzétek meg, próbáljátok ki, aztán meglátjátok. Na minden jót, a következő autóig, sziasztok!